Pacsi mindenkinek, srácok, Diesel vagyok, és itt lenne a legújabb videó, mint tudom, nem volt rég videó. Kicsit beszélgessünk, azért gondoltam a Hearthstone, mivel ez egy kicsit ilyen beszélgetősebb, illetve megértem, hogy lesz belőle a videó, de ez még nem történt meg. És ennek a következő az oka? Mert nem tudom, rég nem játszottam vele, viszont újra rákaptam, mert nagyon király. És még nagyon reggel van, hozzáteszem. Tehát többiek most indultak suliba, én meg most itt vagyok, és éppen videózok. Tudni kell, én felköltöztem Budapestre, ezért nem volt mostanában videó, mert eddig az otthon, ahol éltem, eddig faluban dolgoztam a lakáson, mert volt egy ilyen kisebb felújítás, és most meg testvéremmel felköltöztünk Budapestre. Úgyhogy végre van jó internetem, ez így nagyon jó dolog, és van egy saját stúdióm, mint egy szoba, amit beépítettem stúdiónak, ami majdnem egész jó, nincs sok hely benne. A másik az meg, hogy még nem teljesen hangszigetelt, és eléggé forgalmas helyen van, habár még így is a ház egyik legeldugottabb részében, ittől még kicsit hangos néha, ezért még egy hangszigetelésen dolgozom, hogy az jobb legyen, meg egy jobb fénytechnikám, mert lehet, hogy most a zöld háttér egy picit babrálni fog, mert kevés a fény, hát nem kevés a fény, az ablak nyitva, lámpák felkapcsolva, csak attól még valamiért még mindig egy kicsit kevés itt a sarkokon. Úgyhogy ezzel még lesz mit javítani, de térjünk is rá a Hearthstone-ra. Úgyhogy srácok, most ha minden igaz végre, most már fogok tudni videózni, úgyhogy nem fognak basztatni 2 percenként, jéj, így lehet, hogy újra lesznek videók, és ezért teljesen a csatornát újra fogom gondolni, hogy lesznek a tartalmak, mert ez nagyon sok, tehát sok tartalomra fogtok tőlem számítani, ez mindenképpen, mert konkrétan muszáj lesz csinálnom, még ha nem is akarom, akkor is muszáj lesz, de nem persze, hogy akarom csinálni, úgyhogy mindenképpen jó. Streamelni újra el fogok kezdeni, viszont nem a régi csatornán, hanem egy új csatornán, de azt majd elmondom, hogy miért, meg azt úgyis, tehát azt meg fogjátok tudni, hogy miért. A YouTube a lényeg. A YouTube-ot megpróbáljuk kicsit színvonalasabbra összehozni, ehhez majd kérem a segítségeteket, majd fogok csinálni egy nem nyereményjátékot, hanem mivel tudok photoshopolni, meg tudok így, tehát értek a dizájnoláshoz, meg ilyenekhez, csak habár nem olyan profi szinten, mint amit én szeretnék csinálni, mert úgy értem, hogy amilyen minőségét szeretnék a YouTube-ra, tehát így tudjátok ilyen borítókép, meg ilyeneknek kirakni, meg ilyen kis logónak, ezért majd fogok csinálni egy nyereményjátékot, ha majd kitalálom, hogy mi legyen a nyeremény. Hogy aki a legjobbat csinálja, az akkor kap valamit. Tehát ilyen tök egyszerű alapon, szerintem ez így elég korrekt, és tehát a legjobb, majd e-mailen kell elküldeni a munkákat, és akkor értitek, így akkor összehozunk valamit. Szerintem ez egy tök jó ötlet, na de hagyjuk is most abba ezt a kis társadást, erről majd úgy is fogok csinálni egy vlog videót. Játszunk Hearthstone-nal! Nos, a Hearthstone nagyon régen, még az erősen zárt béta időszakában nekem volt szerencsém először csinálni Magyarországon Hearthstone videót. Erre nem tudom, hogy egyáltalán emlékszik-e bárki is. Azóta viszont akkor egy-két hétig játszottam vele, és azóta meg csak nagyon elfekvően akkor kezdtem el újra, amikor kijött telefonra és telefonos verzióval játszottam. Mai napig azzal játszok inkább, de mivel videót szeretnék belőle venni, ezért gondoltam átjövök gépre. Na szóval, jelenleg két fő paklim van, ez a Faceforce Hunter-es csak azért volt, mert hunterezni nem hunterezek, én jól mondjátok, szétviszedem azt a Hearthstone Legendary-t, mert kaptam egy Hearthstone Legendary-t, vagy azt, hogy még nem szedem szét majd. Két fő paklim van jelenleg, amivel meg szeretek is játszani, az a Tempo Mage-em, illetve a Midrange Paladinom. Meg is mutatom nektek a két paklit, ez a Tempo Mage. Itt le lehet majd állítani a videót és esetleg megnézni, hogy miből mennyi, hogy van. És akkor, mert most nem akarom végig sorolni az összeset. Itt van a Midrange Paladinom. Ez egy kicsit komplikáltabb, tehát a Tempo Mage az sokkal egyszerűbb pakli, mint a Midrange Pala. Ebből sokkal-sokkal változatosabb kártyák vannak. És amúgy, ja, tehát ez a kettő a fő, akivel még meg szeretnék tanulni játszani, az majd a Warrior lesz szerintem. Nem is az, hogy meg tudom játszani, hanem inkább úgy jobban játszani, csak az a baj, hogy Warriorhoz meg az alapkártyáim sincsenek meg teljesen. Megnézzük, mi a napi quest. Spellmaster is ez maradhat, Druidát azt eltöröljük, legyen Mage. Ez se rossz. Nem mindegy, azt mondom, hogy mindkét kaszttal fogok egyet játszani, egy Tempo Mage-et és egy Midrange Palát. Melyikkel kezdjük? Már most kezdjük a Paladinnal. Nem mehetek rankedre, persze, most volt úgyis a season zárás, ugye megkaptam a hátlapot, meg egy aranykártyát, meg azt hiszem 30 dustot. Nagyrészt sikerült így
Csinálni akartam egy Grand Tournament videót, amikor kinyitottam az 50 paklit. Csak az a baj, hogy hiába vártam egy napot a nyitásokkal, még úgy is képzétek el, hogy kb. 2-3 óra volt kinyitni az összeset, mert így behúztam a kis nyitó fülbe, tudjátok, és így rámegyek, elvárok, várok, még mindig nagyon-nagyon várok, és így egyszer csak 5 perc után kinyílik. Megfordítok egy lapot, kifagy a Hearthstone, ó, hogy rohagy meg. Akkor kaptam egy legendárit, mondjuk azt jó volt. 3 legendárit kaptam amúgy, a Mage-nek megkaptam, pont a Mage-nek a Ronint, megkaptam aranyban, méghozzá arany Ronint. Aztán, ó, de hülye vagyok. Annyira pofáztam, hogy nem vittem vissza a kártyákat. Nem baj. Mondjuk a Concentration az nem rossz, hogyha egy Facehunter ellenállam van, és lemerem fogadni, hogy Facehunter a srác. Mármint Hunter, könyörgöm, akkor csak Facehunter lehet. És nem, úristen, nem kapásból 15, nem tudom milyen lapot tesz le. Jó, Warhorse Trainer. Ezen a kártyán gondolkoztam a legtöbbet, hogy betegyem a midrange palapaklimba, mert... Ószt már is elnyomtad. Hát az tök jó. Ezen gondolkoztam a legtöbbet, hogy beletegyem el, mert... Ugye ez a kártya nem rossz, de ugye csak plusz egy attackot ad. Természetesen benne van az a kombó, amikor a 3 Silver Hand Requiet meg azt a Quartmastert leteszem, és akkor ugye az plusz 2, 3 per 3-as lesz az összes Silver Hand Requiet-em. Az nem rossz kombó. Na, mit kapsz? Ajaj. Oké, és akkor játszunk egy olyat, hogy lesz. Mi? Ezt akartam letenni. Jó, kicsit reggel van még. Jó ég! Letettem azt, amit nem akartam letenni. Mondom, tök jó, megkaptam Argust, akkor majd le fogom tenni ezután. De köszönöm, kedves, jó reggelt eszem, hogy nem raktam le, vagy illetve mást raktam le. Hát jó. Na, szépen gyűlnek itt már a dolgok, úgyhogy ebből szerintem elég erősen majd az lesz, hogy... Hát nem tudom, ezt nem érdemes úgysem megtartani. Na, tegyél le még valamit ezt csinálni, akkor nyugodt szíve fogok concentration-zni. Jó. Ez így kicsit jobban átakarítottam. Na, a következőbe le fogom tenni a Belchert. Szerintem. Vagy attól függ, mit tesz le, mert akkor lehet lesz a Pilot Shredder-t. Ez is kéne. Oh, hello! What you doing, dude? What you doing? Ezt bőven jó lesz ütni. Equality-m van, de nem akarom arra elhasználni. Majd Aldorral szépen leszedjük a damage-et, aztán akkor majd jól megüdögetjük a kis buksiját a kis berserknek. Ajaj. Secret? Nem tesz secretet. Azt nem secretet tesz. Oké, és jó, tök mindegy, ebbe akkor ezek mindketten belehalnak, ha megütik. Zsír. És ott a slime. Dude, a slime. Ott a slime. Eletrédeled? What the fuck are you doing? Hát jó. Leon Hands, ez nem rossz. Nem tudom, hogy az Equality-t. Az Equality-t nem akarom meg használni, úgyhogy marad az Aldor. És ismét egy damage van. Aztán ki tudom végezni. Ha esetleg most plusz 3 damage-et kapok, az se akkora probléma. Ugye van még egy fegyver a Hunter Kimnek, úgyhogy 24, jó, nem tudom tölteni itt az életemet. A Knife Jugglert meg akarom várni, amíg kihúzom azt a 3 Silver Hand Requiet-es kártyámat.
Amúgy az eddigi, a múlt season legjobb rankom az 13 volt, azt hiszem. Tehát annyira nem játszok sokat Hearthstone-nal, csak most ez sokkal lazább, beszélgetősebb játéknak találtam alapból, mint alapból, mert LOL-lal játszok mostanában újra, így neki kellett állnom konkrétan, és ez annyira rossz, hogy mindig újra meg kell tanulnom játszani a LOL-lal, mert annyira egyszerűen nincs rá lehetőségem, mert. Oké, és akkor bízunk benne, hogy ő azt üti meg. Azt. Köszönöm. Jó. Így tudtam jól letakarítani. Ha gáz van a Leon Hands-et, be tudom nyomni bármikor. Sőt, szerintem a következő körbe azt el is fogom lőni. Mert az jó, hogyha megvan. Itt van egy kis csipet csapat. Ajaj. Ja, várjunk csak. Cí. Ó, Sylvanas. Akkor igazából köszönöm. Ez meg is felelt. Elég elkeseredett lehetett, hogy ez berakta ezt a kártyát. Amúgy ez nem egy rossz kártya feltétlenül. Hol van, akit leütöttünk? Itt ez a színó, mert ugye például egy Knife Jaggler, akit megsebez, akkor ez belehal. Jó kártyák. De nekem a kedvenc kártyám az is a Ronin, és annyira örültem neki, hogy us, megkaptam bakker Ronin. Méghozzá aranyba. Na? Megölöd? Akkor ezt megkapom. Köszi. Mindig is akartam egy ilyet. Jaj, de jó. Na. Ha jól figyeltem, két manáért, akkor ez a flémes retek lesz. Jaj. Úgyhogy itt valószínűleg mindenki meg fog halni most. Murloc Knight a legjobb lap a világon. Ez egy rohadt jó lap. Az a baj, hogy itt most mindenki meg fog halni. Azért tettem le legalább a Lipergnomot, mert az nem baj, ha meghatnám. Ó. Ó. Ó, köszi. Hát így még jobb. Hát akkor... Nem tudom, hogy meg kéne ölnem a Lipergnomot. De nem már még a Murloc Knightot le kell tennem. Ez a legjobb lap a világon. Tehát ez egy Inspire-el summonol még egy Murlocot, és a Murloc Legender is benne van természetesen. És most így megölte saját magát a srác. Na jó, még egy Murloc Knight. De nincs helye, aztán még egyet. Nem baj, jó, ez így. A Murloc Knight hozta el a halál. Na. Szóval, ja, nagyon szeretem ezt a paklit, amúgy nagyon jól működik. Még így is, hogy nem kaptam a lehető legjobb indulást, hiszen az egész early kezemet úgy, ahogy volt, elrontottam. De most nézzük a Tempo Mage-et. Jó kis Tempo Mage, ez mindig jó. Ja, amúgy ez a Grand Tournament maga, tehát mondom, három legendarit kaptam, ugye a Hunter-t, Rugó Legendary-t, meg a Ronin-t kaptam aranyban, és amúgy nem kaptam olyan jó kártyákat, tehát ilyen sok alapkártya hiányzik, és így azért sajnáltam, mert mondom, megveszem, hogy videóba kinyitogatom, de hát nem jött össze. Ami meg még inkább fájt, mert az úgy, tehát abból nem volt jó. Na, ezeket úgy olyan visszatesszük. Sorcerer Apprentice, az jó, Blizzardot kaptam. Ajaj, ennyire behagyhattam volna a tauntot. Nos, ismét egy Hunter ellen játszok. Remélem legalább nem ugyanaz ellen a Hunter ellen. Nyeljünk, dobd a passzívod. Face Hunter. Utálom a Face Huntereket. Az a baj, Face Hunter ellen nem a legjobb ez a pakli, amivel most játszok. Szóval nagyon bízok benne, hogy legalább jó leosztást fogok kapni. Az Isten vagy te. Oké.
Na, most, hogy ezeket is sikeresen összehoztuk, a következő körben manapréra teszek még egy damage-et szerintem, és akkor úgy meg fogom ütni a kis facehunteres kis buksiját. Áú. Nem baj, még így sem para. Négy már para. De miért kapsz ilyeneket? Dude. Miért kapsz ilyet? Nem jó. Mirror, nem lenne rossz lerakni, csak... Zsír. Köble. Jó, szegény manavrint le kellett, hogy be kellett áldoznom, mert ugye előbb-utóbb meghalt volna, most úgyis legalább Misát, az megtartottam ezt a kártyát. Egy körig. Hány vonás volt? Csak három vonás ez a kártya. Jó, viszont, na, menj már innen. Hajjaj! Ajaj. Jó, mindjárt elfogynak a lapjai. Az a baj, hogy na ilyenkor van szívás, amikor most... Tehát jó sok kártyám lent volt ahhoz képest, mert nincs olyan sok minionom. Csak le tudta takarítani. Kill command. Jó. Deadly shot. Jó. Épp akartam kérni. Ó, dudim. Na. Nem pofátlankolunk. Jó, következőbb az Archmage Antoriast lerakjuk. És onnét kezdődik a munka. Igazából csak két szikretem van, amivel úgy... Két szikretem van benne, az Effigy meg a... Jó. Hát ezt megbeszéltük. Oké, ez egy gyors kör volt. Akkor most ezért játszunk viszont még egyet, mert a pakliból komolyan semmit nem tudtam mutatni. Jaj, nem midrange tempó. Na, könyörgök, most ne Hunter ellen játszak, mert már kezd unalmas lenni. Hanem valami kicsit viccesebb jöhetne, mert ez a Hunter, ez már tényleg úgy kezd egy picit unalmas lenni. Jós, le kell némítanom a telefonomat, például bele csippan. Köszönöm. Amúgy a legjobb eddig a Pest létben, hát a legrosszabb az, hogy például olyan dolgot kell csinálnom, amire soha nem gondoltam, például, hogy főzök. Mert úgy értem, hogy így gondoltam már rá, persze, csak így nem éltem nagyon bele magam, hogy valamint főzni fogok, vagy ilyenek, de aztán hát kell természetesen, mert különben éhendők lesz. Úgyhogy viszont az internet az marha jó, tehát 240 megás netem van, az eddigi 15-20 megáshoz képest, ahhoz képest nagyon durva, hogy például egy YouTube videót, vagy tudok HD-ban streamelni. És ez te... Ójj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 
Ez mennyi egy 1 per 2-es? Hát szerintem egy... A portált megnézzük, hát ha kapunk valami jót. Tök, én egy, nekem egy rossz szavam nincsen. Ezt nagyon jókor lőttem el ezt a portált, mert egy ilyen erős taunt kell. Szerintem ez a belső az egyik legerős, sőt a legerősebb taunt a játékban még mindig. És marhára szeretem. Azért, tehát a minden paklimban benne van kétszer. A 4 manával indítunk. Zsír. Jó, hát akkor ezt most le is tesszük. Jó. Második körben ez jó volt így. Na. A következőben szerintem leteszem a Sorcerer's Apprentice-t. És. Jó, Mad Scientist, ez nem olyan gáz. Na mondjuk, most kapnék valami kicsit. Fallen Hero. Nem tudom sajnos felhasználni jelenleg.
A következő körben igen, amikor kapok még egy manát, hogy tudjam egyből használni, tehát legalább egyszer használjam vele a Hero Power-ömet, csak ugye most meghalna, tehát nincs sok értelme, mert letrédelni. Komoly kezdés amúgy, azt kell, hogy mondjam. Most is le fogják trédelni, de így legalább egyet elvittem magammal. Mert ez egy nem rossz, meg itt legalább biztos, hogy megölök egyet. A Blizzardom és Flamesalik is a kezemben van, ez egy elég biztos dolog, ennek mondjuk nagyon örülök. Ezt kezd el harap. Húzódni. Ez így nem lesz jó. Ó, bakker. Takarítsunk, vagy ne takarítsunk? Takarítsunk egy picit. Jó. Így csak 4 damage-et kapok. Így ez még így nem lesz rossz, csak az a baj, hogy megint olyan kártyákat kaptam, amik rohadt drágák. Ahhoz képest. És így a tempo mage-emet annyira nem tudom kihasználni. Egy csomó, tehát a 1-2-3... Ezt nagyon gyorsan eltüntetjük. Au. Ez egy csúnya kezdés, azt kell, hogy mondjam. Jó, akkor erre egy polimorfot dobunk. Megfordíthattam volna a nem baj, ne teszem ezt utólag. Igaz, csak utólag, de legalább teszek le valami kártyát és hát a döntet, hogy ezt vagy azt trédeli ide. Ez még mindig visszafordítható amúgy. Ez még mindig, mert most 5 damage van és 5 HP marad. És innét már talán kézben fogom tudni tartani a dolgokat. Nem biztos, mert ez most nagyon jó leosztást kapott, hogy még egy Ragnaros is meg tudott engem ütni. Ez nem érte meg. Még így igen. Jó, viszont így maradt 6 damage-em. Húha. Dobunk egy... Az a baj, hogy a Flamestrike sem jó, hiszen ki tudja mit kapnak. Egy Blizzard lenne az igazi. És elcsesztem, mert megint voltam a Manabrin. Egy misplay. Egy elég rossz misplay. Nem baj, attól még ezt leteszem, mert úgyis még van szól a kezembe. Nincs semmi, egy-két maná spellem, amit esetleg az... Vagyis hát van, csak most a kezemben nincs, amit Antonidas-szal tudnék összedobni. Ez így egy ups. Te már vázd meg. Te is mit keresel itt? Zsír! Hát ez nagyon jó! Csak éljem túl! Nem fogom. Bunkó. Swipe. Jó, hát volt egy nagyon könnyű fin, meg egy nagyon csúnya lúg. Sok volt a misplay, meg nagyon fos leosztást kaptam. Ej. Nem tudtam kihasználni, ez a manavrinös, mondjuk ez a misplay, ez nem tudtam már sokat hozzátenni. Ez ilyen szívás volt. Elvesztettem egy csillagot, jaj de jó ég. Jó van, mindenképpen szeretnék majd még hártanos videókat venni, főleg arénát, ahol úgy könnyebben tudok. Mert ugye most volt a season kezdés, ezért mondom azért jóval tapasztaltam, játékosok is vannak itt az szinten, mert én még jelenleg nem vagyok jó játékos, közel sem. Most az a célom, hogy minden ilyen Cségó, LOL, Hearthstone-nal ilyen alapjó, olyan szintet, ilyen élvezhető, nézhető és élvezhető szintet felvegyek. Viszont szerintem így azért ez legalább így elég sok infót tudtam nektek mondani, srácok. Ez így egy elég jó dolog. Úgyhogy én itt hát a videónak véget vetnék. Úgyhogy pacsi mindenkinek, és sziasztok!